A juharfák, mint ez itt, nedvet tárolnak a törzsükben. Szivattyút használunk, hogy kinyerjük a folyadékot. Ez túlnyomó részt víz. Ez a gép a nedvesség eltávolítására szolgál. Az eredmény tiszta juhaszirup, nyami. Te vonakodtál a répalevestől, de bezzeg ezt a nedvet kedveled? Azért, mert isteni a palacsintán. Köszöntök mindenkit a Griffin Rocky Sirup Fesztiválon! Mondja, Huxley, ezt felvette? Természetesen, polgármester úr. Mintha bárkit is érdekelne ez a vacak netfakasztás. Burns parancsnok! Na, már megint. Nem gondolta meg magát, hogy mégiscsak szerepelne a valóság showban? Meg is van a tökéletes címem. Huxley Prescott botjai. Tessék, egy tévésorozat rólunk. Ők nem a maga botjai, Mr. Prescott. A válaszom még mindig nem. A mentési munka veszélyes. Ettől szökik egekbe a nézettség. Rendben, jól van, jól van. Örömmel lötyintem a kancsóból a szezon első folyékony aranyát. Bravo! Bravo! Showtime! Egy őrhajó az űrből leszállva, földünket vette új célpontjába, bolygónk vált új otthonukká. Optimus vezér, bölcs tanárukká, védd meg az embert, segítsd őket, gyerd el tőlük a tiszteletet. Egy hű család lesz legjobb társak, másnap benned fenn arcában. Mentő patok, mentésre fel, megvettenek a bolygón, ha kell. Mentő patok, mentésre fel, mentő patok. Kodi segít utat mutatni, robotokban nem fogsz csalódni. Mentő patok, mentésre fel. Transformers. Mentőbotok. A valóság show. Polgármester úr, jól érzi magát? A pokoli torony, a palacsintás politikus. Vajon milyen hatással van ez a rossz omen a szirup csapolásra? Csak annyit mondanék, hogy az idei szirup extra energiadús. Kéhes! Parancsnok, jövőre szóljon, hogy ne egyek annyi vajat. Ez a szirup rettentően ragad. Dörzsölgess szép fényesre. A legjobb formánkat kell hozni az én... a mi valóságsonkra. A parancsnok nem értene egyet a mentési munkánk kifigurázásával. Nem kedveli a maga mutogatást. Ahogyan Optimus sem. De hiszen a tévésorozattal világhírűek lehetnénk. Huxley lesz híres. Minket pedig esztelen bádogdobozként tüntetne fel. Ezt úgy hívják színészet. Sajnálom, Penge. Nem biztonságos kamerát vinni a mentésre. És kizárt, hogy a polgármester mutogatná Griffin Rock szupertitkos technológiáját. És a kábeltévén? Na, hányféleképpen mondjam még magának, hogy nem! Mielőtt Sue a Haley ül is elmondja, nézze meg ezt! A hősöknek reflektorfény kell, hogy legendává váljanak. Polgármester magából lesz a következő legenda. Nézze ezt az arcélt. A kamera egyenesen imádja önt. Nos, üssek ő legyen egy kísérleti epizód. Fogalmam sincs, hogy csinálta, de ez megsérti a kormányzati protokollt és a sziget biztonságát. Mr. Prescott szabad kezet kapott a csapat irányítására. Yeah.
Üdvözöllek titeket a forgatókönyvek nélküli valóság tévévilágában, és most mindenki kap egy kamerát. A lényeg, hogy a szebb profilomat vegye. Mind a kettőt. Tele vagyok önbizalommal. Nekem nincs jól a könyököm. Egy dolgot szögezzünk le, Huxley. Az engedélye nem jogosítja fel a beavatkozásra. Csupán megfigyelő lehet. Természetesen, parancsnok. A kameráim biztonságos távolságból követik magukat. Én addig interjúkat készítek akció közben az új videórögzítőmmel. Én segíthetek valamiben? Te ellenőrizd, hogy a botok készen állnak-e a felvételre. Burns parancsnok, miféle veszélyek leselkednek önre, mikor Griffin Rock veszélyes utcán járőrözik? Én nem keresem a veszélyt, csupán próbálok felkészülni, ha közeledne. Mert ki tudja, hol csaphat le a gonosz. Ez egy veszélyes útkereszteződés. Griffin Rock legszörnyűbb balesetei itt történnek. Tömegkarambolok? Vagy felborult kamionok? Kisebb koccanások, úgy havonta egyszer. Mert az emberek olykor... szabálytalankodnak. Ez szabályszegés. Kérek engedélyt üldözésre. Megadom. Ez aranybánya. Autós üldözés. Jól van, Don. Szerintem tudja, hogy áthajtott a piros lámpán. Na de, ezt nevezi maga autós üldözésnek. Ez nem volt több, mint 2 másodperc. Sajnálom, ha csalódást okozok, Huxley. De mi jól végezzük a munkánkat. Egy bosszú álló porszívó és egy ártatlan macskaféle. Vajon megmenekül az üldözött kis cicus? Robot, ezt vedd kezelésbe. Mi az? Nem lett volna szabad megmentenie a szőrgolyót. Én a drámai hatáson dolgozom. Mr. Sharma, akassza be ezt a kampót a csónakjába. Veszély a háborgó tengeren. Vajon sikerül megmenteni a vitorlás lélekvesztőt, vagy a Titanic sorsára jut? Ahó, hajó! Penge, kérlek, ne szerepelj. Én csak próbálom kitalálni a jelmondatomat, Danny. Minden valóságshow hős ezt csinálja. Ó, ehhez mit szólsz? Ez aztán a tonhal? Vagy éljenek a helikopterek? Mit szólsz ehhez? Hallgatni arany. Ezzel vége is van? Jaj, nem már! Ezek teljesen megőrítenek! Engem zavarba hoz Mr. Prescott viselkedése. Csalódottnak tűnt, amiért gyorsan füleltem le a gyorshajtót. Igen, azt se díjazta, hogy gyorsan kimentettem Mr. Pitipaust. Nem tudtam, hogy létezik a gyorsmentés kifejezés, márha ez biztonságos. Huxley-t jobban érdekli a jómentési munkánál, hogy mi mutat jól a tévében. Adjuk meg neki mindkettőt, végezzük el a munkát, de vigyünk bele stílust. Hacsá! És találmányon munkálkod szépen, Graham? Csinálom a házi feladatot. Ez meredek volt. Ez a vegyület roppant veszélyes tud lenni, ha csak nem vákumban tartják. A trutymó mindent felszív, amihez csak hozzáér. Egyszer felszippantott egy egész medencét. Egyébként elég undorító volt. Szeretném megnézni fényképen? Na jó, feltöltöm a kamerát. Jól van, emberek? Fürkésző szeme kikapcsolva. Na végre! És mi lesz, ha riadóztatnak? A mentőbotoknak mindig készen kell állniuk a sorscsapásokra. De a kameráknak nem! A rajongóink mindent látni akarnak. Nincsenek is rajongóink. Még? Csapat, valaki azonnal induljon az állatkertbe. Nancy Morrison beesett az oroszlán kifutóba. Bennem. Nem leszel az ebédje ennek a fenevadnak.
menni, most! A fordító programom szerint ez azt jelenti, hogy az oroszlán mindjárt... Erre azért ti sem számítottatok, nem igaz? Burns parancsnok, miért nem szólt, hogy erre készül? Egy halálra rémült lány, egy vérszomjas vadállat, ez kell a tévébe! Készülök? Huxley, mi reagálunk a vészhelyzetekre, nem generáljuk őket! Ó, ha maga nem, valaki más talán megteheti. Apa, riasztást kaptunk. Kiraboltak egy bankot. Cody, kaptunk tőlük vészjelzést? Nem, és a kamerákon sem látok semmi rendellenest. A bejelentő szerint a rabló páncélautóval távozott. Apa, látom az autót a tó utcán. Szálljon ki a páncéljárműből felemelt kezekkel. Jerry! Bocsánat, főnök, csak a szokásos napi körútamon jártam. Gyorsabban mentem. Nem, de úgy tűnik, valaki szórakozik. Megnéznéd a bejelentőt? Már is, apa. Szólj, ha találtál valamit. Habár nekem már is van egy gyanú. Csinálom a házi feladatot. Ha ezt a nézők meglátják, átkapcsolnak a reklámokra. Nekem több kell, ami ütős. Valami... Roppant veszélyes. Ez meredek volt. Ez a vegyület roppant veszélyes tud lenni. A bankot kirabolták. A tolvajok egy páncélautól. Ehhez mit szólsz? A kamera felé fordulok, és azt mondom, na ki vagyok én? Jól van, jól van. És ez indul a szitakötő. Tudod, mivel én helikopter vagyok. Penge, a mi dolgunk a segítségnyújtás, nem a hírnévhajszolás. Egy icipici időre sem. Csak 15 percre. Észre sem veszük, és már vége. Huxley az! Ne! Még nem vagyok kameraképes. Úgy értem, apa gyanúja beigazolódott. Lenyomoztam a hívást. A bankot kirabolták. A tolvajok egy páncélautón. Hangrögzítő készüléket használt. Szikráznak az áramköreim. Mr. Prescott beavatkozott a rendőrség és a mentőegység munkájába. De ez a valóság show tévé. Penge, ez vagy a valóság, vagy a tévé. A kettő nem ugyanaz. Mr. Prescott-tal lesz egy kis beszélgetni valóm. Most, azonnal. Remélem, hogy a Burns család készen áll a feladatra. Griffin Rock irányító központ. Probléma van a gátnál. Ó, tán sietnünk kéne, Huxley. Vagyis, nem, én... A központnak tett hamis bejelentés bűncselekménynek számít, amit tesz, sok kívánivalót hagy maga után. Nincs jogosultsága, hogy letiltson engem. Meglátjuk, mit szól ehhez a polgármester. Annyi munka után kukacoskodik velem. Lassítson! Vigyázzon, mert... Griffin Rock irányító központ. Baleset történt. Na hát, Huxley, ezúttal milyen mesével áll elő nekünk? Nem, Kid, ez igaz. Egy kamion. Aha. És az erdő! Az egész lángol!
Maga a tűzoltó, csináljon valamit! Szép kis tündérmese. Emlékszik a fiúra, aki farkast kiáltott? Kitaláltam egy jobbat. Kiborító ez a fiszkó, megint vészhelyzetet jelentett. Kettő az egyben. Karambol és erdőtűz. Kéd, minden riasztást komolyan kell vennünk. Nem számít, kikongatja a vészcsengőt. Huxley ezúttal nem blöffölt. Nézzétek! Mentőbotok, mentésre fel! Robotok, vigyétek el az autót a fák mellől! A hamis bejelentés bűn, de képes volt vészhelyzetet előidézni a show miatt? Nem, én karamboloztam vele, ő hajtott át a piroson, és majdnem elütött. Ez egy veszélyes kereszteződés, emlékszik? Kéd, a lángok gyorsan terjednek, veszélyben a város. Tűzcsapdákat kell állítanunk, hogy ne terjedjen tovább. Álljon el az utamból, Huxley. Vége a valóságshownak. Remek. Nincs szükségem magára és a felhúzható játék figuráira. Egy személyes sztár vagyok. Szikla, ásd körbe az utat ebben az irányban. Ha nincs mit felemészteni a lángoknak, nem éri el a várost. Vadász, keresd sziklákat. Építünk még egy tűzcsapdát azon a részen. Ugye nem fogyott el a vizet? Tudod, a tartaléktartályom sem feneketlen. A levegő túl száraz, hogy folyadékot szintetizáljak. Víz kell, Danny! Cody már jelezte nekem. Bevetésre készen állunk a tározónál. Tarts ki! A víz be akar húzni minket! Ez nem víz, hanem trutymó! Nem értem, az hogy lehetséges? Csak nekem van mintám belőle. Helyesebben szólva, csak volt mintád. Ha ilyen a valóságsó hősök élete, akkor én inkább maradnék a viccmesélőknél. Cody, hívd fel a dokit. Ő tudja, hogyan bánjunk el a trutymóval. Apa, van egy nagy probléma. Nincs vízünk. A trutymó felszippantott minden vizet, ami beleömlene a tározóba. Nem tudjuk feltölteni a tartályokat. Víz nélkül nem küzdhetünk a tűz ellen. De igen, a juhar erdővel. Most nincs időnk a juhar sziruppal foglalkozni. Ellenben nagyon is foglalkozhatunk a juharnedvel. A juharned főként vízből áll. Szuper ötlet, Cody. A csapdák egy időre megfékezhetik a tüzet. Danny, ha a trutymó bekerül a tározóba, nem éri el az óceánt. Töltsd meg ott a markolókanalat. A többiekkel találkozunk a juharfaligetben. Egy süti öntetet használunk az 1000 fokos tűzre. Hallottál már erről valaha is? Ezt hogy nem tanultam a kiképzés alatt? Juharfák. Egy újabb példa a csodás természet gazdagságára. Sajnos nem mozgathatóak. De én igen. Akkor szerszámot bekapcsolni! Rémisztő méretű tűzvész. Maguk szerint ki lesz a naphőse? Én, Huxley Prescott, a Star Reporter, a hírkreáló és az utolsó védelmi sáv. Huxley, mit áldogál itt a kamerájával? Csináljon már valamit! Megmutatom a hősies sigúj arcát. Ezzel itt. És mi a B-terv? Na, vigye már innen ezeket a kamerákat!
Vége a bohóckodásnak, Huxley! Nem állíthatja le a valóságsómat, ahogy más sem! Ez az ötlet hatalmasat csobbant. Azt hittem, hanyagoljuk a hangzatos mondatokat. Hol van Szikla? Azt mondta, segít kiválasztani egy könyvet. Grahamnek és a Dokinak segít. Miért nem nézed addig a tévét? A tévé elvesztette a bizalmamat. Hát, ha visszaadhatom a hitedet. Figyelmeztettem, hogy a mentési munka veszélyes, Huxley. Remélem, legközelebb megfogadja a tanácsomat. Ez a legjobb műsor! Magyar hangok. Seder Gábor, Bogdán Gergő, Tokai Csaba, Bolla Róbert, Berkes Bence, Rosta Sándor, Szatmári Attila, Kassai Károly, Molnár Ilona, Jó Gábor, Pálmai Szabolcs, Koller Virág. Magyar szöveg Udvaros Melinda. Hangmérnök Kispál. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Pócsik Ildikó. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült.